Az elmúlt év a COVID után az első volt, amikor minden betervezett programot végig tudtunk vinni, mondta Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének újraválasztott elnöke. Bonyhád eddig is a népcsoport központja volt, terveink szerint ez a jövőben még erősebben jelentkezik majd. Számos évfordulót ünnepeltünk meg az elmúlt esztendőben, így például a Kakasdi kör 50 éves évfordulóját is. Maradt természetesen a Bukovina Fesztivál, ugye, amely különösen a tavalyi évben elég, úgymond, hála Istennek jól sikerült olyan értelemben is, hogy a külhoniak szép számmal részt vettek. Tehát ugye az Aldunáról, illetve az erdélyi részéről, ugye Madifalva, illetve Csernakeresztül, Déva, Marosrudas, tehát tényleg örültünk is neki, hogy ilyen sokan voltak, és jól is érezték magukat, úgyhogy ez sikerült. Hát valamint ugye a néprajzi táborunk is sikerült, illetve kicsit a felnőttek irányába ment inkább el, mivel itt is ugye visszaütött az a dolog, ugye, hogy az iskolákba is elmaradtak a programok, és így igyekeztek ők is ezeket ugye pótolni, és így elég sok programot szerveztek, illetve tulajdonképpen így elcippantották a gyerekeket előlünk. A Bonyhád belvárosában kialakított Székely Park egy olyan emlékhelyé vált, ahol megemlékezhetünk azokról az elődöktől, akiknek köszönhetjük kultúránk fennmaradását, mondta Illés Tibor. Bonyhádon két éve lett felállítva a Székely, illetve tulajdonképpen megvolt a Székely Parkunk, csak ugye a körforgalom miatt lett új helyre, illetve tulajdonképpen összevonva a meglévő emlékeink. Így tényleg kialakítottak, én úgy gondolom, sokan visszajeleztek, és ezzel kapcsolatban, hogy tényleg most egy nagyon szép küllemében is szépen mutató emlékparkká kerekedett. Úgyhogy én bízom benne, hogy mint ahogy ebbe az évbe is ugye úgy kezdtük, hogy egy kopjafát állítottunk, ugye az aldunai reformátusok letelepítő papjának a tiszteletes emlékére. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy még sok-sok olyan ember van, akik számunkra úgymond mindenképpen megilletné őket az itt elhelyezett kopjafának de hát ugye természetesen ez is véges, hiszen nem lehet telerakni az egészet kopjafával, de hála jó Istennek tényleg vannak vezéregyéniségek, vannak olyanok, akik vitték az ásztot, és hát bízom benne a jövőben is lesznek ilyenek, akik hasonlóan gondolják a szövetség, illetve nem csak a szövetség, hanem Bukovina kultúrát. Az idei esztendő programjaiban Bonyhád és ebben a Székelyház kap majd több szerepet. Így a mesemondó versenyünk is ugye, amely nem sokára lesz, az is hasonlóan Bonyhádon lesz megrendezve, valamint ugye a Bukovina Fesztivál is a nyár folyamán lesz, amelyet most a Magyarság Háza, illetve a Bonyhád Városa közösen fog megrendezni, és hát bízom benne, hogy még, illetve a néprajzi tábor is tulajdonképpen itt lesz most az idei évben, és hát a kézműves műhelyünk is, amely ugye most már jó pár éve működik. Hasonlóan szeretnénk ezt is újra, illetve nem, hogy újra, hanem folyamatosan életbe tartani. Úgyhogy végül is bizakodunk erre az évvel kapcsolatban. Tudom, hogy biztos vagyok benne, és sok csoportot, sok egyesületet az anyagi helyzet még, ami kilátástalan, ugye itt a pályázatokra gondolva, de hát remélem, hogy azért a kultúrára lesz keretünk, és lesz pénz, úgyhogy hogy ha nem is minden programot, vagy esetleg kicsit visszafogottabban is, de meg tudunk rendezni, hasonlóan mi is, és bízom benne, hogy a tagegyesületek is. Inkább a közösségeket egyfajta kapcsolatteremtés, és szorosabbá tenni a szövetségnek épp a nemrég tartott elnökségi ülésen hasonlóan közösen gondoltuk végig ezt, hogy miképpen lehet ezt segíteni, támogatni, illetve közvetlen kapcsolatot teremteni, hiszen sokszor a programok keretén belül nehéz ugye megismerni azokat a helyi sajátosságokat, problémákat, meg egyebet, ami tényleg mindenhol biztos megtalálható.
És amiben tudunk segíteni, ha nem, akkor legalább támogatjuk, vagy mindenképpen kibeszéljük, ma az is nagy dolog, úgy gondolom. És a félreértések ugye előfordulhatnak bárhol, és ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy mielőtt elmérget bármi, hála Istennek nincs ilyen, de azért úgy gondolom, hogy egy folyamatos kapcsolat, egy folyamatos együttgondolkodás, illetve hát ez a célunk, hiszen ezért van a szövetség, ugye, mint termőszervezet, hogy minél inkább megfeleljünk ennek a feladatunknak. Úgyhogy én bizakodok benne, hogy és el is kezdtük, ugye itt most egyfajta látogatások keretén belül, ahol elnökségi tagjainkból közösen elmegyünk és fölkeressük azokat a tagegyesületeinket sorba, ahol végül is él és működik a csoport.